elnevet, dédelgeted erő felett. A világ fejlődik, változik, de azért a dalok többsége megmaradt a fesztiválokról. Én vigyázok rád, már az után. A Pesti Vigadóban volt a költészet napján egy koncertünk, egy nagyon szép, elegáns, nagyon szép koncert volt, és ennek az anyagát láthatja a közönség. Január 5-én a Petőfi tévében, ami ugye az M2, úgyhogy kíváncsian várom, mert én nem szoktam visszanézni a műsoraimat, de ez most nekem is annyira tetszik, mert a Pesti Vigadó, a felújított Pesti Vigadó, ez csodálatosan nézett ki. Úgyhogy a televízió nézői megismerhetik a gyönyörű Vigadót belülről is, a zenéket is meghallgathatják. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a közönséget. Amit nagyon sokan kérnek, az mindig szerepel a műsorban. Akármennyire van új dalod, a közönség mindig kéri a régieket, és ezzel egyetért nagyon sok kollégám is. Nyilván a szimfonikus zenekar biztosítja azt a hangzást, amit mostanában már ritkábban hallunk, hiszen technika óriásit változott, a stúdiótechnika. A stúdióhangzás akkoriban egészen más volt, mint a mostani hangzás, de szükségünk van erre is, arra is. Én mind a kettőt nagyon szeretem. Szeretem a régi szimfonikus hangzást is, és a mostani modernet is, és csak abban reménykedem, hogy amiket mostanában készítünk, majd új dalokat, azt is levetíti az M2 egyszer. A fiatalok éneklik velünk a szövegeket, mondják, és igazság szerint azt is mondhatnám, hogy a Móczart vagy a régi operák, azok sem mentek ki a divatból. A zene valószínűleg túlél bennünket. Én például dolgoztam sokszor karácsonykor. Én munkának hívom a koncertet, hiszen az én feladatom szórakoztatni az embereket, akkor ez egy komoly munka. Tehát úgy kell felkészülnöm, hogy ne legyen benne hiba, és ez valójában nagyon szórakoztató, mert például a Vigadóban, itt a Pesti Vigadóban karácsonykor egyszer az az ötletem támadt, hogy december 25-én legyen egy karácsonyi műsorom. Mindenki azt mondta, hogy ez nem fog sikerülni, mert karácsonykor senki nem mozdul ki. Mindenki eljött, óriási teltház volt, remek hangulat volt. Most egy nappal később, december 26-án Debrecenben lesz egy karácsonyi koncertünk, az is különleges lesz. Szimfonikus zenekarral, a Monarchia Együttessel, a zenekarommal. Úgyhogy gondolom, hogy ez nekünk is felejthetetlen, nem csak a nézőknek, de erre nagyon készülünk. Az esőt felszárítani úgy sem tudod, a szenet megfordítani úgy sem tudod. Olyan furcsa kimondani, hogy 2019. január 12. Budapest Sport Arena, a fesztivál dalait tanuljuk újra, és a közönséggel megismertetjük, de nagyon érdekes, ami nekem nagyon tetszik, hogy hiába volt a fesztivál egy-két évtizeddel ezelőtt, a fiatalok, a 20 évesek éneklik a dalokat, hogy honnan tanulták meg, nem tudom, de látszik, hogy tudják a szövegeket. És ez nekem nagyon tetszik, mondtam, nem szabad téveszteni, maximum, ha tévesztünk, a közönség tudja, súgnak nekünk. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek!